Kissé szeles, de napos időben lesz részünk a hétvégén, a nappali csúcsértékek a 35 fokot is meghaladhatják térségünkben, csapadékra a napokban nem kell számítani. Ma éjszaka derült lesz az égbolt, csak néhány fátyolfelhő jelenhet meg felettünk, csapadékra nincs kilátás, a legalacsonyabb hőmérsékleti értékek 14 és 18 fok között alakulnak. Pénteken túlnyomóan napos idő várható, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Az északi-északnyugati szél elsősorban keleten lehet még élénk, a friss hajnali órákat követően délután 30 fokot mutathatnak a hőmérők. A hétvégére sokfelé visszatér a kánikula, csapadékmentes lesz az időjárás, a déli és szél időnként megélénkül, szombaton a hajnali 15 fokos értékeket követően délutánra 32 fokig melegszik a levegő. Vasárnap ennél is melegebb lesz, 36 fokig húszik fel a hőmérő higanyszála, a jövő hét elején is 30 fok feletti csúcsértékekkel kell számolni, csapadék továbbra sem valószínű. Marad a napos, száraz idő a régió más országaiban is holnap. Bukaresten délután előfordulhat kis mennyiségű csapadék, de a folytatásban ott is kitisztul az ég. A nappali maximumok átlagosan 26 és 30 fok között alakulnak a szomszédos országokban.